aki meg szeretné kóstolni? Mindenki! Fantasztikus hangulatban tehát településünk egyik legnagyobb múltú rendezvénye a Dereskei Disznótor. A 13. alkalommal megtartott hagyományőrző eseményen ezúttal is egészen elképesztő mennyiségű és ízvilágú disznótoros étel került terítékre. 18 csapat versengett a főzőverseny keretében. A rendezvénynek ezúttal már a tavaly átadott Makai János tér adott otthont, és már kora reggel óta változatos programok vártak az érdeklődőkre. Ebben az évben, február első hétvégén meg tudtuk rendezni a disznótoros versenyünket, amely kettő részre tudtunk bontani, egy csülökcsata főzőversenyre, illetve sertések feldolgozására. Emellett a megyei vását is meg tudtuk valósítani. Mint a melléklet ábra és a képek mutatják, nagyon nagy érdeklődés van a rendezvényünk iránt. Természetesen testvértelepüléseinket is nagy szeretettel fogadtuk, sokan el tudtak jönni. Nagyon köszönjük dr. Vitányi István képviselőnek azt a támogatást, amit a rendezvényre nyújtott. Egy pályázati forrásból tudtuk megvalósítani, és köszönjük neki, a megyének és a magyar kormánynak azt, hogy ilyen rendezvényeket tudunk létrehozni. Nagyon örülünk annak, hogy a Makai János téren tudott debütálni ez a rendezvényünk immáron ebben az évben, hisz így le tudtuk tesztelni az új főterünket, hogy erre a rendezvényre is alkalmas. Örömünkre szolgál az, hogy ennyien látogattak el a mai rendezvényre, és bízunk benne, mindenki jól fog érezni mai nap folyamán magát. Nagyon örülök annak, hogy a tavaly elmaradt disznótor most az idén megrendezésre került, és hát ezen a gyönyörű téren, amely a topos pályázat keretében valósult meg, gratulálok a derecskeieknek, hiszen akik valamikor a régi időben jártak itt egy disznótorba, akkor gondolom mindenkinek gumicsizmát kellett volna hozni, mert nyakig jártuk, tapostuk a sarat, és most kulturált körülmények között tényleg európai színvonalon hajthatjuk végre a disznótort. És ha már itt a megvalósult beruházásokról beszélek, egy friss hírt hagy mondjak már, ugye itt a Derecskétől az autópálya feljáróig az idén meg lesz csinálva, úgyhogy még gyorsabban fognak ideérni, akik ide akarnak jönni, de hát meg is érdemli Dereskésen, szorgalmas nép, akik itt, és a fejlesztések, amelyek itt eddig megvalósultak, nem fognak megállni, mert ahogy mondjuk Magyarország előre megy, nem hátra, és remélem, hogy április 3-a után ugyanezt elmondhatjuk, hogy előre megyünk és nem hátra. Mindenkinek jó szórakozást és jó étvágyat a mai napot, a zsűrinek meg nehéz és bonyolult munkát kívánok. Köszönöm szépen! A sátrakban készülő, incsiklandó ételeket négy tagú szakmai zsűri értékelte, Kis György, Szatmári Zoltán, Kovács Lázár és Kaszás Géza. Az ünnepélyes megnyitón ők is elmondták gondolataikat a rendezvény kapcsán. Négy lába van a disztónak, ötödik a farka, farka alatt van a duda, fújja meg a gazda. Hát kérem tisztelettel, azt gondolom, hogy itt nem kell majd a dudát fújni, mert itt nagyon finom falatok fognak készülni, egy nagyon nemes verseny keretében belül. Aki kóstolni akar, az kóstolhat, az megkapja, ami kell, aki nem fog úgy járni, mint Feri bácsi a hetesnél, amikor mondja a hetesnek, hogy kérem tisztelettel, ennek a kolbásznak gondom van a két végével. Szóval mi a baj a magának a kolbász két végével? Hát túl közel vannak egymáshoz. Tegnap érkeztünk, mert hogy volt jó pálinka, vendégszeretet, és tényleg egy olyan vendéglátásban volt részünk, amit külön köszönünk, és reméljük, hogy sikerült ezt megörökítenünk, ugyanis a social médiában, mind a Facebookon, mind a rádióban, mind a tévében lesz egy kis beszámoló erről a pár napról, ételek formájában, mert hogy a mi célunk is, és az egész disznóvágás rendezvények is az a célja, hogy a hagyományokat ápoljuk. Minél több gyerek, minél több fiatal jöjjön el, hiszen a hagyomány ápolásnak az a lényeg, hogy átadjuk a tudást. És ha ezt nem tesszük meg, akkor ez elmúlik, eltűnik, elveszik. És ez nem fog elveszni, mert ennyien itt vagytok, és ennek nagyon örülök. Thank you.
Településünkön az egyik legnagyobb rendezvény a disznótor és a hozzá kapcsolódó téli vásár, az előkészületekről és a napprogramjáról Nátházi Tálas Csilla, a Deleskeművési Ház és Könyvtár vezetőjét kérdeztük. Nagyon nagy öröm mindenképpen a városnak is, illetve végre az intézménynek is, hogy megrendezhettük egy év kihagyással a Derecskei Disznótort és a Hajdú-Bihar megyei téli vásárt, és hát átkerült erre a szép, impozáns új térre, de ha körbe tekintettek így a film által is a kedves lakosok, hát látják, hogy belaktuk ezt a teret is. Fent kirakodó vásárra vártuk, amely védettség igazolvány nélküli, illetve lent a rendezvény térnél a disznótoros csapatok, a csülökcsatások, illetve természetesen egésznapos kulturális programmal készültünk a kilátogató derecskeieknek. Nem feledkeztünk el a legkisebbekről sem, hiszen melegebb helyen a piac épületében kézműves játszóházzal készültünk nekik, illetve nem maradhatott el a pogácsa sütő versenyünk se, amelyre idén is nagyon sokan, 19 féle pogácsa érkezett, amelynek az eredmény hirdetése már meg is történt a színpadon. Most jelenleg is a gólyalábasok szórakoztatják a kedves vendégeket. Nagyon sok önkéntes vett részt ezen a rendezvényen, kiemelten a Derecskei Barátság Vadász Társaság. Gyakorlatilag ők készítik a város lakosságának a finom falatokat, illetve gyakorlatilag egész héten már több mázsa malacot dolgoztak fel, hogy ma semmi panasz ne érje a rendezvényt. A rendezvényre minden évben látogatnak Deleske testvértelepülései, a kör egy újabb taggal bővült, hiszen ezen a rendezvényen ünnepélyes keretek között jelentették be, hogy Pápa Deleske és Deleske között megszületett a megállapodás. Német Tibor, a legújabb testvértelepülés polgármestere elmondta, a közel 300 fős kisfalu Veszprém megyében található. Hozzátette, hogy most először járnak Deleskén, de nagyon jól érzik magukat. Sajnos a mai napig nem jött olyan alkalom, nem adódott olyan alkalom a két település számára, hogy ezt ünnepélyes keretek közé tudjuk helyezni. Szeretik ezt a települést az itt élők is, meg az ide látogatók is. Én nekem nagyon pozitív a véleményem erről a rendezvényről. Mi meg tudjuk mutatni azt, hogy milyen ízekkel, meg milyen módokkal járunk el egy-egy ilyen disznóülésnél. Hát minden, itt ahogyan körbe mentem ezen a kis rendezvényen, mindenki másképp csinálja. Csinálunk tóros káposztát, ugye, ami hát nálunk ugye természetes, hogy van. Lesz hurka, véres hurkát csinálunk, kolbászt töltöttünk, már az kész. Vártanak majd a elkészítés, az egy kicsit bonyolultabb, már kevés a lehetőség ahhoz, hogy mindent át tudjunk egyszerre készíteni. De mindent megpróbálunk, ami nálunk a településünkön egy disznőrések hagyománya. Az eseményen minden évben részt vesznek a Deleskei járásban található települések kis csapata is. Minden sátorban készültek a finom ételek, így a mikepércsieknél is. A világon az egyik legsokoldalúbb, legsokszínűbb gasztronómiával rendelkező ország vagyunk, mi magyarok itt a Kárpát-medencében. Úgy hiszem, hogy a Derecskei disznótor ebből mindig kiemelkedik, hiszen egy olyan hagyomány és kulturális örökségünknek az ápolása zajlik, itt éppen, ahol most is vagyunk, amelyik több évszázada jellemzi a magyarságot. Derecske település Derecskei járásnak a székhelye. Nagyon örülünk, hogy mi ennek a járásnak a részei vagyunk. Örülünk annak, hogy egy olyan város lehet a járásunk székhelye, amely hozzánk hasonló módon egy kis hajdúváros azokkal a virtussal és azzal az örökséggel, amelyet mi hozunk magunkkal. Ha ide átjövünk, úgy érezzük magunkat, mintha otthon lennénk. Közben a zsűri asztalára is folyamatosan érkeztek a finom ételek. A bíráló bizottság egyik tagja, a deleskei kötődésű Kaszás Géza elmondta, többször is részt vett már ezen a rendezvényen, szívesen tér ide vissza, hiszen mindig remek hangulatban telik ez a hagyományőrző rendezvény. Itt az alföldi emberek egészen másként viszonyulnak, másként fogják fel az életet. Itt mindig kedvességgel, jókedvel találkozunk, és hát ennek a rendezvénynek is ez egyik fő
jellegzetessége, ez a hangulat, ami itt van. Tehát én borzasztóan örülök, hogy van egy ilyen rendezvény, egyrészt mert hagyománytápol, másrészt folytonosan kapcsolatokat teremt, nem csak nekünk, hanem ugye itt az összes résztvevőnek, akik elég bátrak ahhoz, hogy elkezdjenek itt főzni. Másrésztről pedig alkalmam nyílik mindig látni azt a fajta gasztronómiai kultúrát, ami erre a vidékre jellemző, illetve amit ez a vidék beszippant. És ez nagyon fontos dolog, mert ha erről a versenyről is beszéletek, ugye voltam itt a múltkor is, most itt a beérkezett ételek színvonala most megint egyel túlhaladja azt, ami korábban volt, és ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos, mert azt jelenti, hogy az emberek főzési gasztronómiai kultúrája folyamatosan fejlődik. Összességében ez a verseny ez nagyon kedves, nagyon hangulatos, nagyon jó emberekkel találkoztam, megint, és ja, ráadásul jöttek emberek határatúra, és akik, és akkor visszaköszönt a múlt, hogy kikkel találkoztunk, Nagyváradon, stb. Tehát ez óriási élmény nekem ide jönni. Remek hangulatban telt tehát a 13. Deleskei disznótor, a rendezvény pedig elérte célját. A Hajdúbja a megyei téli vásárban is nagy volt a jövésmenés, jövőre ugyanekkor ugyanitt várnak mindenkit szeretettel a szervezők.